Sziasztok és köszöntök mindenkit a csatornámon, én Lilla vagyok. A mai videóban pedig a mindennapi natúr smink rutinimat fogom nektek bemutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor mindenképpen tartsatok. Itt az elején leszögezném, hogy tudom, hogy most több olyan komment fog érkezni, hogy de miért használok sminket, lassan 15 vagyok, szóval szerintem most már el tudom dönteni, hogy szeretnék-e vagy nem szeretnék sminket használni. Hogyha érzitek a késztetést, hogy ilyen kommentet írjatok, hogy fölösleges a smink, minek a smink, tönkreteszed magadat, akkor nem is tudom már ebből mit akartam kihozni. A lényeg az, hogy nem nagyon fog érdekelni, szóval csak így gondoltam, leszögezem az elején, és ennyi. Szóval itt is van ez a kis sminkes táskám, a fény nem jó. Szóval itt is van ez a kis sminkes táskám, ebben tartom igazából a sminkjeimet. A tartalmát pedig most már megfogjátok tulajdonképpen a folyamat alatt. Az első dolog, amivel kezdenék, hogy ide a szememre fogom tenni a korrektort, mégpedig a Rimmel London Wake Me Up korrektort, folyékony korrektort, ez pedig a legvilágosabb árnyalat, ugyanis ez egy ilyen jó alapot, kezdést ad a szemhéjpudernek, amit majd a később ilyenben fogok használni. Hogyha pedig arra nézek, már pedig arra fogok nézni, az azért van, mert arra van a tükör, ugyanis így telefonon ugye annyira nem adja vissza, értitek így az arcomat, és tükörben azért sokkal jobban látom, úgyhogy azért fogok arra nézni. Ezt pedig a beauty blenderemmel fogom eldolgozni, amit egyébként igen jól látjátok, ki kéne mosnom, illetve lehet, hogy egy újat is kéne vennem, mert vannak már ilyen kis sérülései. És a szemhéjpuder, és azért nem az egész arcom lefedésével kezdem a sminkelés folyamatomat. Ugyanis én nem tudom, nekem hajlamos lepotyogni ugye a szemhéjpuder ugye így a szemem alá, és utána, hogyha le akarom szedni, akkor ugye az egész alapozott, meg minden, ami rajtam van, le szoktam szedni, úgyhogy ezért kezdem inkább a szemhéjpuderrel, ami a Rimmel London-ös. Fogalmam sincs, hogy ez milyen. 0-24-es. Jó, tudjátok, hogy szerintem ezeket az árnyalatokat hagyjuk, mert így nem vagyok egy beauty guru, úgyhogy csak megmutatom nektek, szerintem az lesz a legegyszerűbb. Szóval ilyen Rimmel London-ös kis paletta, amiből kettő szint fogok használni, és ezzel az ecsettel fogom felvinni. Egyébként ez az ecset az Oriflame-ből van, ha esetleg valakit érdekelne. Szóval ezt a világos rózsaszín szint fogom felvinni ide a belső részének a szememhez. Ne haragudjatok, semmiféle szakszavakat nem tudok, szóval ezt bocsássátok meg nekem. A külső részére a szememnek pedig ezt a sötétebb, kicsit ilyen világosabb barna árnyalatot fogom használni. Le is potyogott ugye ide a szemem alá a szemhéjpuder. Egyébként nyugodtan kommentbe írjatok pár olyan terméket, amit ti használtok, ami esetleg amit ti nagyon szeretek, és úgy tudtok igazából javasolni. Például olyan szemhéjpudert, ami nem potyog le. Azt megköszönném. Egyébként szeretem ezt a szemhéjpudert, mert szép árnyalatai vannak, és olyan természetes, csak utálom, hogy lepotyog, úgyhogy igen. Egyébként a micellás arcvizemmel mostam le, és hát igen. Ezután megint a korrektorommal fogok tovább menni, ugyanis nyáron nem szoktam alapozót használni, szóval természetesebbnek érzem sokkal ugye a korrektort, és azért szoktam alapból még korrektort rakni, mert valamikor egyébként olyan a bőröm, hogy úgy gondolom, hogy még igazából korrektor se kell, de most például kijött ide pár pattanás, persze tudom, ez normális, de nekem ugye a szemem is kicsit karikásabb, úgyhogy ezt azért szeretem úgy eltüntetni, úgyhogy igen, ez korrektor segítségével fog megtörténni. Now I'm never gonna slow down.
gonna show. Eldolgoztam, ezután ezt egy púderrel szoktam lefixálni, ezzel a rimmel, szintén rimmel Londonos Stay Matte púderrel. És azt hiszem, hogy ennek nem tudom, hogy a legvilágosabb árnyalata vagy sem. A 004-es Sandstorm, azt hiszem az van, igen, Sandstorm árnyalata. Ebből se rakok sokat igazából. Vagyis nem tudom, ami majd számít soknak. A lényeg az, hogy nem vagyok egy beauty guru, szóval léci, ezt nézzétek el nekem, nem tudok szakifejezéseket, és nem használok semmi profi terméket. Konkrétan itt az ablakban vagyok, érdelek. De a lényeg, hogy nektek jó videót csináljak, és remélem, hogy ezért tetszik. Visszatérek a szememre, ahol szempilla göndörítőt, jaj, göndörítőt használok. Most a szempilla spirállal folytatom a folyamatot. Az Oriflame-ből ez a Jordani Goldos Iconic All-in-One szempilla spirált használ. Making smart with the words again. Well, I'm bored. Mindig egyébként az alsó pilláimon szoktam kezdeni, mert utána, hogyha ugye így felnézek és a felsővel kezdenék, akkor ugye teljesen így összekelni az egész személyemet, szóval ez így sokkal logikusabb. A szemöldökön már nem csinálok semmi extra, csak át szoktam fésülni, és egyébként néha meg szokták kérdezni, hogy ki van elhúzva, vagy meg van-e rajzol, vagy valami, mert amikor így frissen ugye ki van szedve a szemöldököm, és így átfésülöm, akkor néha egyébként úgy szokott kinézni, mint hogyha valahogy nem tudom, besötétedne, de egyébként ahogy így átfésülöm, mint hogyha egy pici szint adna, vagy lehet, hogy csak bebeszélem magamnak, szóval nem használok egyébként a szempillám szemöldökömre semmit még. Nem mondom, hogy nem fogok, mert biztos, hogy fogok a későbbiekben, de egyelőre még így ilyen kis természetes most marad. Egy szempilla, nem szempilla. Most egy ilyen fültisztító pálcikával fogok még így körbe menni, úgymond körbe menni a szememnél, hogy esetleg ahol a spirál félrement, vagy ilyesmi ott eltávolítsam és kijavítsam, hogy ne legyen olyan, és ne legyen sehol se spirál. Mármint olyan helyen, ahol nem kéne. Ezután most highlighterezni fogok, méghozzá ezzel a Lovely Nobody's Perfect But Me palettát fogom hozzá használni. Illetve először ugye ide a szemöldököm alá fogok tenni, illetve az orromra, az pedig ezzel a kicsi highlighterecsettel fogom, és mindjárt mondom majd hozzá a sztorit, hogyha ezzel így megvagyok. You could watch from your window. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. Tudom, hogy az orrom jobban csillog, mint a jövőm, de semmi probléma. Szóval, itt van most a kis sztori. Szóval, reméltem, hogy erre a napra, amikor megcsinálom ezt a kis mindennapi sminkrutinus videómat, megérkezik az a highlighter ecset, amit rendeltünk Wishről. De nem érkezett még meg. Egyébként még időben van, tehát még lehet, hogy nem is kell megérkeznie egyelőre. De én azért valahol szívem mélyén reménykedtem benne, de hát csalódás kell, hogy érjen.
ugyanis most, illetve lehet, hogy titeket nem ér csalódás, hogyha nincsen highlighter ecsetetek, akkor megmutatom, hogy mit tudtok csinálni. Fogjatok akármilyen fajta ecsetet, egyébként ez egy púderecset, ez egy ilyen kis pici púderecset, és egy, mi ennek a neve? Hullámcsatot. És nem tudom, mi erre a helyes fogalom, a lényeg, hogy rakjátok így rá hullámcsatot az ecsetre, hogy kicsit így ilyen laposabb legyen. Na most ez nyilván nem az igazi, és nem olyan, mint egy rendes highlighter ecset, de esküszöm, hogy megteszi, és kicsit bonyolultabb minden reggel így rárakni, illetve még néha használat közben is meg kell igazítanom, mert leesik, úgyhogy most már azért tényleg várom, hogy megjöjjön az az ecset. De ez ilyen kis DIY life hack tip, nem tudom. Szóval... De még picit egyébként újjal szoktam segíteni az eldolgozásban, hogy így úgymond természetesebb legyen. Mindig összekortolódik a szemed. Szintén ezt a palettát fogom használni, és ezt a középső kis árnyalatot, amit én igazából pirosítónak használok. Lehetséges egyébként, hogy ide mindegyikhez az van írva, hogy highlighter, de én ezt használom highlighternek, ez pedig pirosítónak. És ebből sem szoktam éppenséggel túl sokat rakni, mert nyilván nem akarom, hogy úgy nézzek ki, mint egy bohóc, és csillogjon, vagy tiszta piros legyen az egész fejem. Még egyébként így is lehet, hogy kicsit piros. Utolsó lépésként egyébként még előtte elmondanám, hogy valamikor szoktam dust húzni, az úgymond egy kicsit az extrább smink, az ilyen tipik gyorsan elkészülő és mindennapi. Persze most egy kicsit összedalmasabbnak tűnik, mert így videóban közben beszélek meg mindent, tehát így, de egyébként egy ilyen, hogyha ügyes vagyok és gyors vagyok, akkor egy 5 perc alatt egyébként el szokott készülni ez a smink, és végezetül pedig használok ilyen univerzális balzsamot. Csak hosszú most a körmöm, és akkor a körmöm alá megy be, úgyhogy onnan próbálom felvinni. Hát az univerzális balzsam egyébként nem csak szájra jó, hanem igazából bármilyen ilyen bőrhibára esetleg nem eltüntetni nyilván. Például egy sebre is, hogyha rákenjük, akkor is így enyhíti. Illetve most valami nagyon ki van száradva a szám, természetesen pont erre a sminkes videóra szárad ki a szám, de semmi probléma. De egyébként ez, ebből van több illatú, és nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. Egyébként ez is oriflame-es, és igen, ennek nincsen árnyalata. Szóval ez csak egy ilyen kis labellószerű. Igazából el is készült a sminkem, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. És hogyha még mindig itt vagy, remélem nem azért vagy itt, mert szeretnéd magad idegesíteni, vagy készülsz kigondolni a jogos kis kommentet, hogy miért sminkelsz, nem fog érdekelni. Ha pedig van esetleg valami tippetek, hogy mit tudnék másképp vagy jobban csinálni, akkor ezt nyugodtan írjátok le, ha gondoljátok, vagy vannak esetleg kedvenc termékeitek, vagy nyugodtan leírhatjátok például azt is, hogy egy ilyen mindennapi smink rutinnál például ti mit szoktatok használni, milyen termékeket például, mint tudom én, korrektor, spirál. Ha nagyon-nagyon sietek egyébként, akkor csak korrektort meg spirált szoktam rakni, meg pudert, de amikor egy picit több időm van, de mégis úgy jó gyorsan ezeknek készülni, akkor pedig ezt szoktam így használni. Én egyébként szeretem, és szerintem egyáltalán nem mű, tehát szerintem tökre természetes, úgyhogy. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és mindenképpen iratkozzatok fel, és nyomjatok rá egy lájkot, hogyha igen, találkozunk a legközelebbi videóba, ami egyébként egy vlog lesz, úgyhogy megyünk Balatonra, és azt le fogom vlogolni, úgyhogy tartsatok velem a következő videóba is, találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!